Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt a csatornán. Én Zsolt vagyok, és a mostani videóban hoztam nektek 5 darab olyan Warren Buffett idézetet, ami szerintem nagyon-nagyon aktuális a mostani piaci helyzetben. Persze ugye a Warren Buffett idézetek szerintem mindig aktuálisak, ugyanis hát korunk egyik, ha nem a legjobb befektetőjéről beszélünk, ugye, és nagyon sok bölcsességet és nagyon sok jó tanácsot tanulhattunk tőle, viszont most elhoztam 5 olyat, ami számomra kiemelkedő, és szerintem a mostani piaci helyzetben még kiemelkedőbb. Úgyhogy erről lesz szó a mostani videóban, hogyha érdekel téged, akkor maradj itt velem a videó végéig. Kezdjük akkor rögtön az elsővel, ami így hangzik. A tőzsde az egyetlen áruház a világon, ahol a szezonvégi leértékeléskor a vásárlók nem vásárolnak, hanem eladják mindenüket, amiük csak van. Hát ugye ez egy nagyon-nagyon aktuális, azt gondolom, ugyanis ha belegondoltuk, ugye mostani piaci helyzetre vetítve, szerintem azt látjuk, hogy nagyjából tényleg ez történik, szóval nagyon sok az olyan ember, aki most ahelyett, hogy vásárolna, vagy esetleg csak ülne a fenekén, fejvesztve minden részvényét eladja, ami hát szerintem egy nagy hiba, ugyanis ilyenkor nem szabad eladni, sőt ilyenkor kell ugye vásárolni, és hogy hozzak egy példát, például milyen érdekes az, hogy én azt látom, hogy mai napig az történik, hogy nagyon sokan azért nem fektetnek be a tőzsdére, azért nem fektetnek részvényekbe, mert féltik a pénzüket, félnek attól, hogy befektetnek egy adott cégbe, és az adott cég szépen csődbe megy, mondjuk nullára esik a részvényárfolyam, és oda lesz minden pénzük. Ugye ez azért elég valószínűtlen, pláne hogyha nagy, stabil amerikai részvényekbe fektetünk, szóval az lehetséges, hogy esik 5-10-20-30%-ot, de azért a nagyon nagy vállalatok még egy recesszióban sem mennek nulláig, és nem mennek csődbe, nem zárnak be. Viszont gondoljunk csak bele, hogyha például, hogy ez tulajdonképpen az a helyzet, hogyha például mi szeretnénk venni egy márkás cipőt, ami legyen mondjuk $200, és egyszer csak azt látjuk a kirakatban, hogy ez a cipő 50%-kal olcsóbb, és most $100 meg lehet venni, és mi amúgy nagyon-nagyon vágytunk arra a cipőre, már rég szemezünk vele, már rég meg akartuk vásárolni. Na, mi történik akkor, hogyha azt látjuk, hogy $100? Ugye azonnal megvesszük, szóval tulajdonképpen szerintem gondolkodás nélkül bemegyünk az áruházba, és $100 féláron megvásároljuk ezt a cipőt. És nagyjából mindenhol ez történik, akár legyen szó autókról, bármilyen ruháról, telefonokról, tényleg bármiről legyen szó, ez történik, kivéve a részvényekkel. Ugyanis tényleg az van, hogyha egy részvény esik 50%-ot, akkor senki nem akarja megvenni, mert attól fél, hogy még tovább fog esni. Pedig ez pont olyan fajta leértékelés, mint ami a cipővel történik, csak ez a tőzsdén történik. Mármint a legtöbb esetben ugye vannak olyan helyzetek, amikor fundamentális probléma miatt esik egy részvény árfolyam ennyit, ilyenkor természetesen nem szabad belevásárolni, hanem jobban ki kell elemezni a céget. De például egy nagy piaci pániknál, mint amit most látunk, nagyon sok olyan vállalat van amúgy, ami például egész jól teljesít, lásd például az AMD, egy nagyon jó negyedéves jelentést hozott ki legutoljára, ennek ellenére folyamatosan esik az árfolyam. Szóval ez tipikus példája annak, azt gondolom, amikor meg lehet vásárolni egy céget, és most nem kell leragadni az AMD-nél, mert most szerintem nagyon sok ilyen cég van a piacon, szóval nagyon sok olyan cég van, ami nagyon jó áron megvehető, esett 10-20-30-50%-ot is akár, anélkül, hogy bármi probléma lenne a céggel, nincs fundamentális probléma, nincsenek pénzügyi gondjai, ugyanolyan jók az eladások, ugyanolyan nagy a profit. Mégis ezek a vállalatok vesztettek az értékükből, és ilyenkor nagyon kevesen vannak azok, akik belemernek vásárolni ezekbe a vállalatokba. Szóval ez az idézet szerintem most egy nagyon-nagyon aktuális idézet, és én azt látom, hogy tényleg ez történik a piacon. A második idézet az úgy szól, hogy a legtöbb ember akkor akar részvényt venni, amikor mindenki más is. A jó időpont akkor venni, amikor más nem akar. Ha akkor vásárolsz, amikor népszerűek a részvények, nem fogsz jól járni. Hát ugye ez is nagyon-nagyon aktuális szerintem, ugyanis én azt is látom, hogy nagyon sokan azt a stratégiát követik,
hogy most eladnak minden részvényt, mindegy már, hogy mínuszba szállnak ki belőle, vagy mi történik, nem is néznek fundamentumokat, vagy ilyesmi, mert az nem számít, eladják, és arra várnak, hogy majd, amikor megindul a piac, akkor majd visszalépek. Hát ez is egy, ez is egy elég rossz taktika szerintem. Szerintem ugye tudjátok, aki követitek a csatornát, már nagyjából ismertek, hogy én most igyekszem minél több részvényt vásárolni, és most törekszem arra, hogy minél jobb bekerülési árat érjek el minél több részvényemnél. Úgyhogy szerintem ez is egy nagyon aktuális idézet, ugyanis tényleg mindenki akkor akar beszállni, amikor jól mennek a dolgok. Például 2020 márciusa után, mikor elkezdett felpattani a piac, és 2021-ben, amikor tulajdonképpen végig csak emelkedtünk, én azt láttam, hogy nagyon-nagyon sok ember kedvet kapott ehhez a tőzsdézéshez, viszont most, akik akkor kaptak kedvet ehhez, és túl sok tapasztalatot azért nem gyűjtöttek ilyen rövid idő alatt, most azért eléggé rendesen bepánikoltak. Szóval ugye tényleg az van, hogy nagyon könnyű befektetni akkor, amikor a piac jól teljesít, akkor beleveszel tulajdonképpen bármilyen részvénybe, és azt látod, hogyha nem is minden nap, de azért minden héten vagy minden hónapban szépen gyarapodik a pénzed, a részvényed árfolyama egyre feljebb és feljebb megy. Ezek nagyon könnyű idők, én értem, hogy mindenki akkor szeret befektetni, de ez nem fenntartható örökké. És nagyon sokan ezt nem értik meg, szóval, hogy megvesznek egy részvényt, és ha mondjuk elkezd esni, nem is zuhanni, csak esni, akkor már pánikolnak, hogy jaj, mi lesz. Szóval aki így gondolkodik a tőzsdéről, az szerintem nagyon-nagyon rossz dolog, mert az egyik legtermészetesebb dolog szerintem a tőzsdén, hogy a részvények árfolyama néha esik is, mivel ha csak folyamatosan nőne, akkor kb. Mindenki a világon ezt csinálná, ugye? A harmadik idézet az úgy szól, hogy az üzleti életben a visszapillantó tükörben minden tisztában lehet látni, mint a szélvédőn keresztül. És hát ez is egy nagyon-nagyon aktuális idézet, ugyanis gondoljunk csak bele, hogy hányszor hallunk olyat, akár nagy híres elemzőktől is, hogy vesznek egy adott céget, vagy vesznek egy adott indexet, és megpróbálják kielemezni, hogy ez a múltban hogyan teljesített, vagy hogy például az utolsó recessziónál mi történt az indexel, vagy egy adott részvénnyel. Hát azt tudni kell, hogy a piac az nagyon-nagyon sokszor nem logikus, és nagyon sokszor nem az történik, ami logikus lenne, hogy történjen. Ezért szerintem nagyon-nagyon helytelen a múlthoz viszonyítani az, hogy mi fog történni a jövőben, mert egyáltalán nem biztos. Lehet ugyanúgy recesszió, történhetnek ugyanazok a dolgok, lehet, hogy a részvényárfolyam az teljesen máshogy fog teljesíteni, és igen, nagyon könnyű utólag megállapítani egy vállalatról, hogy mondjuk mikor kellett volna belevásárolni, szóval ugye a visszapillantó tükörben könnyebb látni, hogy mi történt, ugye utólag bármit meg tudunk nézni, meg tudjuk nézni a grafikont, meg tudjuk nézni, hol voltak a mélypontok, meg tudjuk nézni, hol kellett volna belevásárolni. Meg tudjuk nézni például, hogy egy részvény az utolsó recesszióban hogyan teljesített, vagy hogy hogyan teljesített egy háború alatt, hogyan teljesített egy világjárvány alatt. Viszont ha mondjuk jön még egy háború, vagy mondjuk Isten őrizjen még egy járvány, nem biztos, hogy ezek a részvények ugyanúgy fognak teljesíteni. Szóval ha ugyanúgy teljesítenének, akkor nagyon könnyű dolgunk lenne, mert akkor csak megnéznénk, hogy épp milyen események zajlanak a világban, megnéznénk, hogy az utolsó ilyen eseményeknél hogyan reagált a részvénypiac, és akkor tulajdonképpen nagyon egyszerű dolgunk lenne, csak meg kellene vásároljuk a részvényt ott, ahol akkor beszakadt, és minden jó lenne, de ez nem így működik. Mondom, a piac nagyon-nagyon sokszor egyáltalán nem reagál logikusan ezekre a dolgokra, úgyhogy ez is egy nagyon aktuális idézet. A negyedik idézet, amit hoztam nektek, az úgy hangzik, hogy ha olyan dolgokat veszel, amire nincs szükséged, hamarosan olyan dolgokat fogsz eladni, amire szükséged lenne. Hát azt gondolom, hogy ez is egy nagyon-nagyon aktuális idézet, ugyanis én azt látom most, hogy az történik a világban sajnos, ugye, hogy evel a nagy inflációval, gázdrágulás, üzemanyagdrágulás, tényleg az történik, hogy az utóbbi 10 évben, amikor így nagyjából rendben volt a gazdaság, akkor nagyon sokan azt gondolták, hogy ez örökké fog így tartani, és örökké minden rendben lesz. És nagyon sok embert láttam, meg nagyon sok embert is ismerek, akik összevásároltak mindent. Nagy ház, nagy autó, ilyen telefon, jó ruhák, minden. Ha lehet, akkor hitelre, ha lehet még nagyobb hitelre, mert azt gondolták, hogy ez
hogy ez örökké fog tartani. És most meg azt látom, hogy emberek szabadulnak a nagy házaiktól, ami mondjuk a várostól messze esik, mert drága az üzemanyag, és drága bejárni a városba. Szóval, hogy igen, ha olyan dolgokat veszel meg, amire nincs szükséged, akkor egy ilyen válság esetén, amikor esetleg emberek elveszítik sajnos a munkahelyüket is, benne van a pakliban, akkor sajnos arra fogsz kényszerülni, hogy ezekből a dolgokból eladj. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól meg kell gondolni azt, hogy mire költjük a pénzt, és nem most kell meggondolni, hogy mire költjük a pénzt, mert most amúgy is meggondoljuk, ugye, mert nagy az infláció, és hát nem most van a pénzügyi életünk csúcsa, hanem akkor kell meggondolni, hogy mire költöd a pénzt, amikor minden rendben van, amikor a gazdaság rendben van, amikor jól keresel, akkor el kell azon gondolkodni, hogy vajon öröke így lesz ez-e, mert ha nem, akkor ugye nagyon nehéz pénzügyi helyzetbe kerülhetsz, hogyha nem gondoskodsz akkor a pénzügyi életedről, amikor van miből félretenni. Úgyhogy hát igen, ez is egy nagyon aktuális idézet. És az ötödik idézet, amit hoztam nektek, az így hangzik: az ár az, amit kifizetsz, az érték az, amit kapsz érte cserébe. Szeretek minőségi cégeket venni, amikor az áruk lent van. Hát ez nagyjából kicsit összefügg az első idézettel, ugye itt nagyjából ugyanaz a mondani való: az ár az, amit kifizetsz, ugye az ár az, amit te kifizetsz egy részvényért, az érték az, amit pedig a cég az tud neked adni ezért az árért cserébe. És a kettő nem ugyanaz, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, mert sokan sajnos ezt sem értik, szóval az ár az, amit kifizetsz, az érték az, amit kapsz. És az ár az változó, az érték is változó, de hogy a lényeg ebbe az egészbe az, hogy te jó áron vegyél ugye olyan részvényeket, amik képesek jól teljesíteni neked, akár rövid távon, akár hosszú távon. A lényeg, hogy az ár az legyen rendben, értes az érték, az legyen minél nagyobb. Úgyhogy hát ez nagyjából ugyanaz a mondani valója szerintem, mint az elsőnek, hogy a tőzsde az egyetlen áruház a világon, ahol a szezonvégi leértékeléskor a vásárlók nem vásárolnak, hanem eladják mindenüket, amit csak van. Nagyjából ugyanaz szerintem a mondani valója, de ez is egy nagyon-nagyon értékes gondolat, azt gondolom. Szóval ez volt az öt Warren Buffett idézet, amit szerettem volna nektek megmutatni. Azt gondolom, hogy mind nagyon aktuális, és mindnek borzasztó nagy mondani valója van, és mind borzasztóan igaz a mai piaci helyzetre tekintve. Ugye egyelőre nem állunk jobban, most csütörtök reggel, amikor felveszem én ezt a videót, és hát tulajdonképpen nem indultunk meg ugye felfelé, szerintem nem is fogunk a következő hónapokban, úgyhogy hát van idő vásárolni, nézegessétek a jó vállalatokat, és hajrá! Én köszönöm szépen, srácok, hogy megnéztétek ezt a videót, kérlek, amennyiben tetszett, nyomjatok egy lájkot, ha még nem lennétek feliratkozva, akkor azt itt megtehetitek. Külön köszönöm mindenkinek, aki anyagilag is támogatja a csatornát, ha ezt te is meg szeretnéd tenni, akkor ezt a csatlakozás gombra kattintva megteheted, így havi 1000 forinttal tudod támogatni a csatorna működését. Ne feledjétek, még mindig él az a lehetőség, hogy amennyiben regisztráltok Trading 212-re, akkor az első befizetés után jogosultak vagytok egy darab ingyen részvényre, aminek az értéke nem több, mint 100 euró. Erről bővebben a videó leírásában is találtok információt. Én köszönöm szépen még egyszer, hogy megnéztétek, vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb. Sziasztok!